Fedora Liz vagyok, és mindenkit szeretettel köszöntök Budapestről. Megpróbálom belegyömöszölni az élet utamat ebbe a 3-4 percbe. Hát tulajdonképpen 48-ban születtem Budapesten, de szüleim Venezuelába diszidáltak, ahova jó magam is, aztán megérkeztem 1956. januárjában. Gyorsan beilleszkedtem, nem volt semmi gond, akkor már nagyon aktív volt ott a magyar élet, magyar ház, cserkészet, tánc, jó barátok, és így kezdett kialakulni bennem ez a valahol ez a bikulturális életmód, amit hát nem vagyok egyetlen természetesen, akivel ez megtörtént, de nagyon nagy szeretettel gondolok vissza azokra az évekre. Ott kezdtem el cserkészkedni, és 1963-ban kerültem Kastélyba, csak egy évre szerettek volna szüleim oda elküldeni, de a végén ebből 5 év Kastély plusz 5 év németországi egyetem lett, úgyhogy összesen 10 évet maradtam. Kastély után a Mainzi Egyetemnek az alkalmazott nyelvtudomány szakára jelentkeztem, fel is vettek, 68-ban elkezdtem az egyetemet, és mindjárt az első nap megismertem férjemet, Vicentét, egy csinos fiatalember, aki felhívta a figyelmemet, és vele együtt diploma után utaztunk én vissza, először Caracas, Venezuelába. 74-ben meg is házasodtunk, megszülettek gyermekeink, 76-ban Ricky, 79-ben Adri, és jó magam pedig 78-ban úgy határoztam, hogy mégse leszek top tolmács az ENSZ-be, ami az álmom volt, inkább maradok Caracasban, és családot alapítottunk, és elkezdtem dolgozni a Simón Bolívar Egyetemen, ami a Caracasi Műszaki Egyetem. Onnan mentem nyugdíjba 25 év után. Hihetetlen színes és mozgalmas volt az életünk. A Magyar Házban visszailleszkedtem, szintén cserkészet, megalapítottam a Gyöngyös Bokréta Venezuelai Magyar Néptánc Együttest, 14 évig vezettem aktívan, a gyerekeim is természetesen mindebben részt vettek, és hát megérkezett 1998 az úgynevezett csavizmus, amikor is gyerekeink először, utána pedig jó magunk is 2010-ben úgy határoztunk, hogy elhagyjuk szeretett Venezuelánkat, visszatelepszünk Európába, és Magyarországra esett a választás. Nem bántuk meg, Vicente nagyon szerette a magyarokat, a mindent, ami magyar vonatkozású volt, sajnos itt 2017-ben elhunyt. Akkor már elkezdődött egy úgynevezett repatriációs program, rengeteg venezuelai, magyar származású venezuelai érkezik Venezuelából, részben a régi jó barátok, mindig azt mondjuk, hogy fél caracasi magyar ház már itt van, és van egy magyar-venezuelai egyesületünk is, amelynek én vagyok az elnöke, úgyhogy itt is szép, nagyon hihetetlen mozgalmas, érdekes az életvitelem, nem panaszkodhatom, de főleg azért, mert van 4 unokám, ez is még nagyon-nagyon fontos, Spanyolországban Anabella és Alexander, itt pedig Magyarországon Nándor és Dániel, és hát ezzel kiteljesedik tulajdonképpen az ember élete, és elmondhatom, hogy igen, hát tulajdonképpen továbbra is boldog vagyok, és boldog vagyok, hogy itt élhetek a hazámba. Persze Kastély mindig a szívemben lesz.